Lezárta a kormányalakítási tárgyalásait Orbán Viktor. A miniszterelnök megállapodott leendő kormányának minisztereivel a következő négy év közös munkájáról. Orbán Viktor korábban többször is beszélt arról, hogy a háború, a járvány és a migráció miatt is a veszélyek évtizede áll előttünk. Magyarországnak ezért olyan kormányra van szüksége, amely alkalmas arra, hogy az ország előtt álló kihívásokra jó válaszokat tudjon adni. Orbán Viktor ennek a logikának megfelelően alakította ki a kormányszerkezetét. Kerethirdetés címmel bejegyzésben osztotta meg a következő kormánytagjainak névsorát Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök posztjában azt is írta, hogy együtt erő vagyunk. Orbán Viktor miniszterelnök a köztársasági elnök felkérésének elegettéve lefolytatta a konzultációit a kormányalakításról, és megállapodott leendő kormányának minisztereivel a következő négy év közös munkájáról. Tájékoztatta az MTI-t a miniszterelnök és sajtóiróda vezetője. Havasi Bertalan emlékeztetett. Orbán Viktor korábbi nyilatkozataiban kifejtette, hogy a veszélyek évtizede áll előttünk. Háború van, ennek következtében egész Európában emelkednek az árak. Komoly energiaválság jelei mutatkoznak. Megpróbáltatások előtt állnak az európai gazdaságok, és a járványok korából sem lábaltunk még ki. Április harmadikán az emberek világos döntést hoztak. Elvárják az ország vezetőitől, hogy ezekkel a veszélyekkel szemben megvédjék őket, megvédjék Magyarországot. Ki kell maradni a háborúból, és a kibontakozó európai gazdasági válság kérdéseire olyan válaszokat kell adni, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország megőrizhesse elért eredményeit. Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amely alkalmas arra, hogy az ország előtt álló kihívásokra jó válaszokat tudjon adni. A közleményből kiderült, hogy Orbán Viktor semmilyen Zsoltot általános miniszterelnök helyettesnek kérte fel, aki egyúttal nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterként is dolgozik majd. Az Agrárminisztériumot Nagy István, a Belügyminisztériumot Pintér Sándor, az Építési és Beruházási Minisztériumot Lázár János, a Honvédelmi Minisztériumot Szalai Bobrovnicki Kristóf, az igazságügyi minisztériumot Varga Judit vezetheti majd. Orbán Viktor a kulturális és innovációs minisztérium vezetésére Csák Jánost, a külgazdasági és külügyminisztérium élére Szijjártó Pétert, a miniszterelnöki kabinet vezetésére Rogán Antalt, a miniszterelnökség élére Gulyás Gergelyt kérte fel. A pénzügyminisztériumot Varga Mihály, a technológiai és ipari minisztériumot Palkovics László vezetheti. Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszterként, Navracsics Tibor pedig területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszterként dolgozhat a következő négy évben. Orgán, orgán. Orbán Viktort április végén kérte fel kormányalakításra Áder János köztársasági elnök. A miniszterelnök akkor arról beszélt, olyan kormány megalakítására tett ígéretet, amely képes arra, hogy megvédje Magyarországot az előttünk álló veszélyes évtizedben is. A veszélyek évtizede az, ami előttünk áll. Háború van, ennek következtében egész Európában emelkednek az árak, mutatkoznak egy komoly energiaválság jelei, ennek következtében gyötrelmek előtt állnak az európai gazdaságok és a járványok korából sem lábaltunk még ki. Orbán Viktor a múlt héten a Kossuth Rádióban pedig azt mondta, az új kormánynak a migrációs nyomás és a háború is ad majd feladatokat. Egy veszélyes világ köszöntött ránk, ezek együtt jelentkeznek ezek a veszélyek, olyan kormányt kell alakítani, amely ezekkel szemben képes megvédeni Magyarországot. Orbán Viktor jövő hétfőn választhatja meg ismét miniszterelnöknek az országgyűlés. Ehhez a képviselők több mint felének a szavazata szükséges. A kormányfő a megválasztásával hivatalba is lép. A szavazás után Orbán Viktor ünnepélyes eskütétele következik. A kormányfő ezután felszólal a parlamentben.